Jó estét! Önök a Célpontot látják, a Hír TV oknyomozó riport műsorát. Én Móna Márk vagyok. Karácsony Gergely autós üldözésről beszél. Mi az, embereket kérdeztük. Katasztrofális, de őszintén. Borzalmas a közlekedés. Tragédia. Csak ennyit, jó? Mit gondoltuk a budapesti közlekedésre, srácok? Hát, ez nagyon nem jött össze a Karácsony Gergelynek. Hát, síralom. Most olyat mondok, amin szerintem önök sem fognak meglepődni. Tudják, hogy kik állnak Böjte Csaba lejárató cikkei mögött? Hát persze, hogy a soros szervezetek. A Dollár Média ismét akcióban. 10 milliókat hozhatott Böjte Csaba megkurcolása az akcióban résztvevő baloldali újságíróknak, tárta fel az Origó. Kiderült, hogy mind az Átlátszó Erdélynél dolgozó Szabó Tünde, mind a projektet a szélsőbalos mércénél futtató Kulcsár Árpád jól járt a Ferences szerzetes és alapítványa elleni cikkeivel, amelyekre bőven érkezett forrás Soros György szervezeteitől. A baloldali média pedig szokásához híven el is végezte a piszkos munkát. Azt látjuk, hogy ez a nyári időszakban, az idei nyári időszakban a kormánykritikus médiából érkező lejárató kampányoknak a célcsoportja nem a politikusok voltak, nem a kormánypárti politikusok voltak, hanem olyan kulturális szereplők, akik a jobb oldalhoz, a kormánypárthoz valamilyen szempontból köthetőek, vagy adott esetben ők támogatják ezt a kurzust. Zenészek, gazdasági szereplők, és bizony az egyház egyes szereplői is, és ennek a támadás sorozatnak egy része volt Böjte Csaba is, akiről módszeresen megjelentek olyan anyagok, amely anyagok nem megfelelő körültekintéssel készültek el, nem a valóság teljességét mutatják be, ezt ugye maga az újságíró is bevallotta, aki ezeket az anyagokat írta. A lejárató cikksorozatot 14.500 euróval, azaz több mint 5,5 millió forinttal támogatták a Soroshoz köthető Journalism Fund. Ahogy a Transzperens Újságírásért Alapítvány egy elemzéséből is kiderül, a Journalism Fund egy brüsszeli székhelyű non-profit szervezet, amely a határokon átnyúló, független, oknyomozó újságírás elősegítése érdekében köti össze az adományozókat és az újságírókat. Jól hallották? Igen, független. Egészen sajátos értelmezésben. Ön szerint mennyire lehet független az a sajtótermék, amit külföldről finanszíroznak? A Transparency cikkében idézi a közérdekű adatigénylésekkel foglalkozó adatradart, mely szerint különösen egyoldalú a Journalism Fund nevű brüsszeli alapítvány támogatási gyakorlata, mivel a magyar vonatkozású támogatásokat kizárólag balliberális orgánumoknál dolgozó újságírók kapták. A támogatók között van a Nyílt Társadalom Alapítvány is, amelyet Soros György üzletemben alapított. A Journalism Fund összességében nagyjából évi 1,6-2 millió eurós bevételre tesz szert különböző szervezetek támogatásaiból. Én azt gondolom, hogy nem létezik olyan, hogy független média. Csárdi Antal, az LMP frakcióvezető helyettese kiemelte, hogy akár Böjte Csaba karaktergyilkolása, vagy más közéleti személy szellemi térben való kivégzése etikátlan. Én mindig el fogom ítélni az indokolatlan karaktergyilkosságot, azt is, amit a kormányhoz köthető médiák végeznek és végeztek el az elmúlt években sorozatosan, azt is, amit a baloldalhoz köthető médiák követnek el esetlegesen. Az ellenzéki téren mások nem igazán osztják a teljesség igényével ezt a véleményt. Böjte Csabát olyan újság járatta le, ami soros szervezetektől kapott elég sok pénzt. Ön hogy látja ezt a lejárató kampányt? Én úgy látom, hogy nem kéne pedofilokat rejtegetni, és akkor nem lennének lejárató kampányok. Ön szerint Böjte Csaba a pedofilokat rejtegetett? Ezt nem mondta. Hát én kérdeztem, hogy ön szerint rejtegetett pedofilokat Böjte Csaba? Legalábbis az általa fenntartott házakban ugye voltak pedofil bűncselekmények, és nem volt annyira hatásos a küzdelem ezek ellen, hogy finom legyek. Szóval a párbeszédes politikus még mindig fújja a balos lejáratos szöveget. Valahogy ezek a balliberális szereplők nem tanulnak semmit a közéleti lejáratáshoz való asszisztálásból. Böjte Csaba egy nagyon fontos szolgálatot végző ember, és azt gondolom, hogy nem jó dolog az a világban, ez Böjte Csaba személyétől függetlenül is így van, hogyha különböző jogi eljárásokat nem a jogrendszerbe folytatunk le, hanem a nyilvánossággal, és különböző vádakat megfogalmazhatnak úgy emberek, hogy annak nincsen semmilyen következménye akkor, hogyha kiderül, hogy hazudtak.
Az LMP frakcióvezetője hozzátette, hogy a sajtóorgánumok külföldről történő pénzelését szabályozni kell. Én azt gondolom, hogy európai szinten kell azt szabályozni, hogy milyen módon és hogyan lehet külföldi pénzeket kapni. Önmagában az, hogy egy újság külföldi tulajdonban van, azok, akik mondjuk ismerik azt, hogy Magyarországon milyen volt a médiapiac, akár korábban tudják, hogy különböző osztrák üzletemberek, német cégek, svájci cégek tulajdonolták a magyar print médiának a jelentős részét. Ez így volt például az első Orbán kormány alatt is, amikor még ezt nem tartotta az Orbán kormány illegitimnek. Tehát az önmagában, hogy külföldi tulajdonú egy médiavállalat, azért az nem egy annyira nagy etvasz. Jogosan merül fel a kérdés, kik vagy mik a független újságírás elsajátítói, és van-e szerepe ennek a politikai identitás kérdésének? Ez főként egy terminológiai, tehát játék a szavakkal, hogy míg a baloldali hírportáloknak, újságoknak, tévéknek, rádióknak a szerkesztői azt próbálják magukról beállítani, hogy ők függetlenek és objektívek, és csak is a hallgatóik, nézőik, médiafogyasztóik érdekeit tartják szem előtt, közben pedig egyfajta ilyen projekciós kivetítő magatartással próbálják azt mondani a jobboldali médiáról, hogy ők a kitartottak, ők a párt kitartottak, ők azok, akik próbálnak egyfajta politikai oldalnak és pártpolitikai szárnynak az érdekei mentén politikát csinálni tulajdonképpen a média tevékenységgel. Ugyanakkor mégiscsak láthatjuk, hogy a külföldi donorok, finanszírozók által sokkal inkább megajándékozott a baloldali média, a magát függetlennek mondó, de valójában a balliberális politikai szekértábor érdekét képviselő média. Hoppá Hunor, a pestisrácok.hu munkatársa hangsúlyozta, hogy az újságírónak a politikai hovatartozása nem minősül propagandának, akárhogy is akarja ezt a balliberális fősodor így látni. Mi a pestisrácok.hu-nál, de egyébként a többi jobboldali média terméknél is úgy állunk hozzá a politika világához, hogy mi nem rejtjük véke alá az értékrendünket, ettől még nem állunk úgymond zsoldjában vagy propagandisztikus viszonyában bármelyik politikai oldalnak, csak letesszük a garast amellett, hogy mi egy bizonyos értékrend, a jobboldali keresztény konzervatív értékrend mentén szerkesztünk, készítünk műsorokat, írunk újságcikkeket, és mindez áthatja a munkánkat, és nem hazudjuk azt, hogy mi teljesen függetlenek vagyunk mindenfajta értékrendtől, és itt tényleg ezt húznám alá háromszor, hogy egyfajta világlátás és értékrend az, ami meghatároz minket, és nem pedig az, hogy ahogy szokták mondani tulajdonképpen, hogy propagandista módjára, mondjuk a jobboldalnak vagy a Fidesznek bármelyik üzenetét visszamondjuk, hanem pusztán egybevág a jobboldali értékvilág mindazzal, amit a jelenlegi kormány képvisel. Júliusban látott napvilágot az a hír, hogy maga az Európai Bizottság is támogatta azt az erdélyi portált, ami Böjtét próbálta lejáratni a határokon átnyúló projekteknek szánt uniós forrásokból, sőt, ezekből a pénzekből bizony Soros kedvenc blogja a 444 is kapott. Ja, azt láthattuk az előző országgyűlési választásokon, hogy nagyon komoly finanszírozási források, hatalmas méretű pénzösszegek érkeztek külföldről átláthatatlan módon Magyarországra annak érdekén, abból az érdekből, hogy a külföldről a médián keresztül befolyásolják a hazai belpolitikai folyamatokat. Ugye ebből hatalmas botrány is lett, azonban azt is látjuk ezek után, hogy az ilyen jellegű finanszírozások a jövőben is megvalósulhatnak, hiszen talán az idő rövidsége miatt is, de konkrét döntések, bírósági döntések vagy ítéletek még nem voltak kezükben. Nagy Károly kiemelte, hogy a külföldi finanszírozás komoly szuverenitási kérdést vett fel a sajtóorganumokra nézve. Az eddigi hibákból ezek a finanszírozási folyamatok külföldről sokkal rafináltabbak, sokkal jobban átgondoltak lesznek olyan szempontból, hogy nehezebb lesz őket észrevenni. Ez ugye egy komoly szuverenitási kérdést is felvett. Tehát, hogy nyilván megvannak az adott jogszabályok, de hogy tényleg feltesszük azt a kérdést, hogy egy adott nemzetben működő médiumok milyen forrásokból élhetnek, éljenek, és illetve a választások ideje alatt milyen tartalmak jelenjenek meg, és ezt ki hogyan finanszírozza, ezt ugye a jogszabály is
tartalmazza ennek a kereteit, viszont ha nagy pénzösszegek érkeznek külföldről, akkor ugye felmerül az a kérdés, hogy vajon azok a tartalmak, amik megjelennek a kommunikációban, vagy azok a döntések, javaslatok, az mennyiben a magyar emberek érdekét, és mennyiben a külföldi finanszírozók érdekét szolgálja. Magyarországon kritikus szintet ért el a külföldről finanszírozott médiának a jelenléte. Nagy Ervin, a 21. század intézet elemzője kiemelte, hogy az elmúlt években a baliberális sajtó hatalmas összegekre tett szert külföldről. Soros György mellett Brüsszel és Washington is a dollármédiumok egyre fontosabb, esetenként szinte kizárólagos fenntartója lett. Külföldi érdekek is becsatornázódnak a médián keresztül. Ne felejtsük el, hogy az embereknek a gondolkodását, a közhangulatot, a közéleti vitákat azért a média határozza meg, és abban a pillanatban, amikor külföldi érdekek csatornázódnak be a külföldről támogatott vagy külföldi tulajdonban lévő médiákon keresztül, abban a pillanatban megjelenik a külföldi érdek, sokszor szembe a magyar szuverenitással. Az elmúlt évek tapasztalata pont az volt, hogy ezek a kormányellenes médiák, amelyek külföldről támogatásban részesülnek, vagy külföldi tulajdonban vannak, ezek nem a magyar érdekeket szolgálják, sokszor a magyar érdekek ellen dolgoznak, sőt, sokszor rá akarják kényszeríteni a magyar kormányt arra, hogy olyan döntéseket hozzon, ami külföldi üzleti és politikai csoportok érdekében áll. Lesznek új politikai napirendi pontok, progresszív politikai napirendi pontok, az újságok pedig ezeket egy az egyben fogják átvenni, hangsúlyozta az elemző. Erősíteni fogja a politikai jelenlétét, átstruktúrálják a hálózatot, különböző átrendeződések lesznek. Én azt hiszem, hogy a progresszív témák mellett, tehát az LMBTQ téma mellett, illetve a multikulturális társadalom és a bevándorlás kérdésén túl meg fog jelenni az abortuszpártiság, hiszen szívügye Alexander Sorosnak, a trónörökösnek, másrésztről pedig a drogliberalizáció is, hisz Alexander Soros fiatalon még ilyen szervezeteket támogatott az Egyesült Államokban. Tehát lesznek új politikai napirendi pontok, progresszív politikai napirendi pontok. Az újságok pedig ezeket egy az egybe fogják átvenni. Azok a kormányellenes médiumok, amiket külföldről támogatnak, nem csak amerikai kormányzati pénzekből működnek, hanem a Soros Birodalom által is támogatva vannak, azok egyértelműen fogják ezeket a progresszív napirendeket Magyarországon képviselni. A mozgolódások és átcsoportosítások egyáltalán nem véletlenek. A szponzorációk, tartalmi együttműködések, újságírói díjak, vagy éppen hirdetések révén multinacionális vállalatok, illetve külföldi tulajdonú bankok is nagy összegeket utalnak át a dollármédiának, felkészítve őket választásról választásra. Összességében megállapítható, hogy miközben néhány évvel ezelőtti teljhatalmukhoz képest olvasókat vesztenek, mégis súlyos összegeket nyernek. Azon már elgondolkodtak, hogy így mennyire tudják tartani magukat az úgynevezett függetlenséghez? És egyébként is, nekik csak a pénz kell, vagy van-e mögött egy másik cél is? Emlékeznek még a zuglói mintaház projektre? Karácsony Gergely egykori zuglói polgármester idejében kezdődött a beruházás, miszerint új bérlakások fognak épülni Zuglóban. Hát ez nem történt meg, hiszen a régieket felújították, és persze sokkal drágábban. Mutatjuk a történetet. A zuglóiak valószínűleg sokáig emlegetik majd a 2018-as évet, amikor Karácsony Gergely akkor még Zugló polgármestereként és Szabó Rebeka Karácsony alpolgármestere álmodott egy nagyot és pályázott az Európai Bizottság Urban Innovative Actions programján. A tervezett Eco Housing vagy magyar nevén több mint lakóház projektre 1,5 milliárd forintot kaptak közvetlenül az Uniótól. A beruházás azonban az elmúlt 5 évben nem valósult meg, és a jelek szerint eredeti formájában nem is fog. De mi lett volna az eredeti forma? Karácsonyék egy 25-30 lakásos nulla energiafelhasználású önkormányzati bérházat húztak volna fel az EU-tól kapott 1,5 milliárd forintból. 2022 tavaszán azonban bejelentették, hogy egy mindössze 14 lakásból álló, már meglévő önkormányzati bérházat fognak felújítani. Mégis mekkora összegből valósul meg az építkezés helyett egy felújítás? A többi között erről is beszélt a Célpontnak a kerület fideszes képviselője. A Molino azt írja, hogy több mint lakóház. Való igaz, ez több mint lakóház, ez botrány.
Minden bizonnyal ezek Magyarország legdrágább bérlakásai, de talán Európa legdrágább bérlakása is. Ezek olyan drága lakások, hogy akár Eva Kaili is vehetne itt euróért jó pénzen befektetési célból lakást. Az egész projekt 2019-ben kezdődött, amikor is a Gizella úton egy másik tájáknél Dobrev Klára, az Európai Parlament akkori alelnöke, és Karácsony Gergely, zuglói polgármester, akkori főpolgármester jelölt, bejelentette, hogy az Európai Unió közvetlenül Zugló önkormányzatának szánt 1,5 milliárd forintnyi euróval támogat egy 25-30 lakásos bérháznak az építését. Azonban éveken keresztül nem történt semmi, egy kapavágás sem történt az adott telken, hajléktalanok költöztek be, felverte a gaz, így később módosították az eredeti elképzelést, és a 25-30 lakásos ökoház helyett mindösszesen egy mexikói úti szlömös bérház felújítását próbálták elfogadtatni a bizottsággal, ahol persze nyilván megértésre találtak, és a bizottság elfogadta. Többszöri határidő módosítások mellett sem tudták azonban időben befejezni és elszámolni egyébként a költségeket, amelynek az lett a következménye, hogy a 1,5 milliárd forintnyi eurót azt eltapsolták, és mellette Zuglónak 690 millió forint önrészt kell még a projekthez ahhoz biztosítani a jelenlegi felállás szerint, hogy egyáltalán befejezhessék az itt található lakásokat. Ebben a házban egyébként 14 bérlakás található, de korábban itt 9 család lakott, az ő lakhatásukat meg kell oldani az önkormányzatnak, ezért az egész pénzeltapsolás és az egész projekt szaldója Zugló számára mindösszesen 5 darab új lakás, és ez az 5 lakás az, amely gyakorlatilag botrányos. A több mint lakóház projektre kapott összeg fele egyes képviselők szerint eltűnt, a projekt megálmodói pedig már nem dolgoznak a kerületben. A projektben közben eltűnt több 100 millió forint, a végeredmény pedig, ahogy ez baloldaléknál lenni szokott, kicsit sem hasonlít majd az eredeti elképzelésre, hiszen nem építkezés, hanem felújítás, és nem 25, hanem csak 14 lakás készül el. Wintermantel Zsolt, a Fidesz fővárosi frakció vezetője, Karácsony Gergelyhez fordult kérdéseivel, hiszen a jelenlegi főpolgármester volt Zugló polgármestere akkor, amikor a kerület közvetlen támogatásra pályázott az Európai Uniónál. Tavaly tavasszal a zuglói önkormányzatnak 160 millió forintot, évvégén pedig 360 millió forint saját forrás kellett pluszban hozzárakni. Többe kerül, de persze közben jutott pénz soft projektekre, Szabó Rebeka fizetésére, 47 millió forintos lakógyűlésre, ahol szakadt lepedőre vetítettek az összegyűlteknek. És a közösségi kovácsolás is olyannyira sikerült, hogy talán az egyetlen olyan programelem, ami a valódi együttélést szorgalmazná, a közös mosóhelyiség és a közös mosógép, még azt is kivették a projektből, hisz a lakók nem bízták a véletlenre és nem bízták a projektre, mert hogy azt mondták, hogy mi van, ha meghibásodik, ők nem tudnak több hónapot várni arra, hogy az önkormányzat kicserélje a gépet, ezért kivették a projektből. Jelenleg a bal oldalon éppen verseny zajlik azon, hogy ki vigye el a balhét, de hát ki fogja bevállalni azt, ki fogja magára húzni azt, hogy eltapsolták az Európai Unió közvetlen támogatását. A kérdés jogos, hiszen Karácsony Gergely azóta főpolgármester lett, a projekt korábbi felelőse Szabó Rebeka pedig országgyűlési képviselő. Na de nézzük csak Karácsony frappáns válaszát. Javaslom frakciószűrnek, hogy nézze meg azokat az Európai Uniós közvetlen forrásból indult projekteket, amiket a fővárosi önkormányzat menedzsel. Fél tucat ilyen projektünk van, sok milliárd forint értékben nyertünk el pályázatokat, illetve visszünk tovább korábban elindított projekteket. Ami az ön által felemlegedett projektet illeti, ugye ez az én zuglói polgármesterségem idején indult, és szerintem polgármester úr, amennyiben kíván élni a lehetőséggel, akkor tud a projekt későbbi menetével kapcsolatosan önökkel információkat megosztani. Ez szerint Karácsony Gergely hiába az ő általa vezetett önkormányzat pályázott, ma már semmit nem tud a projektről. Nézzük akkor, mit mond a több mint lakóház pályázat anyagi helyzetéről és az eltapsolt milliók hollétéről a kerület polgármestere. A projekt nem drágult, hanem sajnálatos módon, miután az eredeti határidőt az Európai Unió nem engedte módosítani, amiben a 2 éves előkészítő időszak elvitte az építés elől a beruházási idő nagy részét.
Ezért az önkormányzatnak az Európai Unió helyébe kell lépni. Tehát ha úgy tetszik, az unió spórolt, az önkormányzat sajnálatosan nem. Álljunk csak meg! Az önkormányzat honlapján nem teljesen ez az információ szerepel. Mutatjuk, miről döntöttek tavaly tavasszal, amikor az Ecohousing projekt megvalósítására meghirdetett pályázat lezárásáról is döntöttek. Az önkormányzat oldalán ez olvasható. A testület azt is vállalta, hogy biztosítja a szerződéskötéshez szükséges bruttó 158,6 millió forintos többletfedezetet. A képviselő testület a döntés kapcsán tudomásul vette, hogy a kivitelezés csúszása esetén a 2022. október 31-e után kiállított számlák az Európai Unió felé már nem számolhatók el. Ezeket az önkormányzatnak kell kifizetni. Tehát mégiscsak volt és előfordulhat, hogy még lesz is többletköltsége az önkormányzatnak? Bizony. De hova folyt el eddig akkor több száz millió forint? A Metropol információi szerint Zugló önkormányzata, mint vezető partner mellett még 8 másik partner vett részt a projektben. Hozzájuk olyan dolgok tartoztak, mint a tapasztalatok összegzése, mint a modellek kidolgozása, mentorprogramok, a lakóközösség megalapozása, a lakók felkészítése. Ezek a soft részek az összesen 4.508.055 eurós támogatásból, tehát 1.823.339 eurót, körülbelül 729 millió forintot vittek el. És miként fordulhatott elő az, hogy a tapasztalatok összegzésére jutott több száz millió forint, építkezésre pedig már nem? Erre a projekt korábbi felelőse, Zugló egykori alpolgármestere válaszolt. Nagyságrendileg 600 millió forint az, ami nem közvetlenül a felújításra ment, és nagyságrendileg 930 millió forint körülbelül, ami a felújításra megy. Összegzésül tehát több mint 100 millió forintot fizettek az uniónak a projekt késése miatt. 900 millió forint maradt a meglévő lakóház felújítására, és 600 millió forint ment el, pontosan mire is? Ez az Európai Bizottság kiírása volt városi innovatív projektek néven. Az volt az elvárás, hogy nagyon sok olyan tanulmány szülessen, hogy mentorprogramok legyenek, hogy közösségi lakhatást valósítsunk meg, hogy cikkek, konferenciák, workshopok szülessenek. Tehát a 600 millió forintot ezek szerint elvárás szerint elköltötték. Ennek jelentős része a konzorciumi partnereknél landolhatott, hiszen az építkezés nem kezdődött meg. Vajon történt valami az elmúlt egy évben? Ezért jövünk vissza a reklám után. Folytatódik a Célpont. Szóval zuglói bérlakás helyzet. Visszamentünk és megnéztük, hogy hogy élnek benne az emberek. Segítek, sehogy. A tél véget ért, jött a nyár, és már az iskola is újra kezdődött. Telnek az évszakok, Zuglóban pedig a helyzet változatlan. Imittamot dolgoznak a Mintaház projekten, de kész még mindig nincsen az épület. Hogy miért? Ez egy jó kérdés. Legutóbb itt jártunk óta, 8 hónap telt el, lakók viszont még mindig nincsenek. Itt baloldaliságról nem beszélhetünk, a baloldalnak már rég nincs ideológiája. A baloldalnak egyetlen ideológiája van, és az a pénz. De hogy miért is állítja ez Borbé Ádám? Mert a Zuglói Mintaház projekt tökéletesen példázza a mai baloldal magatartását. A pénz kell, a sok pénznek még jobban örülnek, de csak akkor, ha mi kapjuk. A végcél pedig nem a közösség szolgálata, hanem a busás haszon. Nem épül, hanem megújul. A probléma az az, hogy a határidőkből is kicsúsztak, hiszen 22. október 31-re kellett volna a módosított pályázatnak, a módosított építkezésnek elkészülnie. Ehhez képest már csak nem egy év eltelt, és még mindig munkálatok zajlanak itt a Mexikói úton. A következő probléma, hogy nem 25-30 lakásról van szó, hanem mindösszesen 14 lakás megújulásáról. Azonban mivel itt 9 család élt már korábban mögöttünk található házban, ezért a szaldóban, Zugló lakásgazdálkodásában csak 5 új lakást jelent, és ha mindez nem lenne elég, akkor gyakorlatilag a teljes baloldal felsült egyébként ezzel a projekttel, hiszen gyakorlatilag Karácsony Gergely és Dobrev Klára jelentette ezt be. A teljes zuglói baloldal gombot nyomott akkor, amikor ugye ennek a projektnek a változásait és a szűk kereteit el kellett fogadni. És
természetesen ez Zuglónak 700 millió forintos önrészbe is kerül, hiszen ugye a határidőmódosítás és az eltapsolt pénzek, Európai Uniós pénzek miatt gyakorlatilag ekkora önrészt igényel. Zugló az elmúlt években, de talán az elmúlt két ciklusban is összesen nem költött ennyit lakásgazdálkodásra, mint amennyit most önrészként ehhez a projekthez hozzátesz. El lehet képzelni tehát, hogy a zuglói bérlakásokban élőknek milyen komoly jelentős segítséget jelentett volna ez a 700 millió forint lakásfestésben, nyilászáró cserében, vagy bármilyen más fontos, szükséges felújításban. Azt már bemutattuk, hogy Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt indult a projekt, Szabó Rebeka is részt vett benne, mint akkori alpolgármester. Tavaly év végén kellett volna elkészülni a beruházásnak a módosított határidő szerint, és azóta is eltelt egy év. Elkészült? Dehogy. A probléma viszont az, hogy az egész kerületi vezetés asszisztált ahhoz, hogy az emberek még mindig ne tudjanak beköltözni az épületbe. A történetben viszont az a szép, hogy a zuglói vezetést nem érdekli a több százmillió feleslegesen elköltött forint, az emberek felháborodása, ők továbbra is folytatják a mutyikat. És hogy mit mondanak a kerületben élők? Jó napot, mit gondol a városvezetésről itt Zuglóban? Hát én utálom őket, én nem nyilatkozom. Kétes, tehát az... Nem lehet erre válaszolni, mert sok rossz van benne, sok rossz van benne, szóval képes. Minden, ahogy a környezet kinéz. Kedves Csokolom, hogyan értékeli Horváth Csaba munkáját itt Zuglóban? Horváth Csaba munkáját? Nem értékelem. Ön csalódott Horváth Csabába? Igen. Igen. Igen, igen, igen. Azt hittem, hogy igen, igen. Azt hittem, hogy jobban fog teljesíteni, hiszen ő akarta a főváros polgármestere lenni éveken keresztül, és ő egy olyan ember, aki gyakorlattal rendelkezett, tehát nem egy olyan ember, aki jogászként valahol eltevékenykedett a város szervezés terén, hanem egy olyan ember, aki benn volt, és hosszú éveken keresztül mindig megpályázta a főváros vezetését. Nullára. Jó napot kívánok. Semmit nem csinálnak. Én semmit nem láttam, hogy bármi lenne. Térdigérő, gaz, mindenfele, piszok. Úgyhogy nem tudom értékelni. Egy személyes kérdés, csalódott Horváth Csabában? Nagyon-nagyon csalódtunk. A kerületért semmit nem tesz. Karácsony bérlakás botrányában a teljes zuglói baloldal érintett Horváth Csaba polgármestertől, hiszen az új közbeszerzést a módosított pályázatra már a Horváth Csaba által vezetett testület írta ki és fogadta el. Egyként nyomtak gombot egyébként a módosításokra, holott tudva levő volt, hogy ezt a pályázatot, ezt az építkezést nem lehet befejezni határidőre. Itt gyerekekkel várakoznak családok beköltözésre, több mint egy év után. Olyan rászoruló családok el lehet képzelni, akiknek fontos lenne az, hogy minél hamarabb beköltözzenek, és ma a budapesti lakhatásban ők egy évet várnak valahol valamilyen körülmények között. Megbánásról, szerénységről egyáltalán nem beszélhetünk. A teljes baloldal, a teljes zuglói baloldal folyamatosan fentről beszél, a Fideszt morálról, tisztességről próbálja kioktatni. De arról hallunk, hogy a Városligetben mi ne épüljön. Hát valószínűleg, hogyha ők építenék, akkor nem is épülnének meg azok az épületek. Ezernyi megválaszolatlan kérdés. A zuglói mitaház projekt szerintük mégis sikeres. De persze csak szerintük. Érdekesség még egyébként, hogy nem csak arról nem beszélhetünk, hogy szerénységet vagy önkritikát gyakoroljanak egyébként, hanem arról sem, hogy Hatházi Ákos sem szólal meg ebben az ügyben, aki ugye nagy visszaélésekkel foglalkozik, de beszélhetnénk arról is, hogy az OLAF sem vizsgálódik az Európai Unió visszaélésekkel foglalkozó szerve. Tehát gyakorlatilag a teljes baloldal néma fedezi ezt a mutyit, és közben eltapsolták a 1,5 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást és a 700 millió zuglói önrészt. Mondanánk, hogy innen is szép nyerni, de ez a történet, akárhonnan is nézzük, csúfos kudarcot vallott. Az emberek még mindig nem az ingatlanba élnek, az önkormányzat hiába mondja, hogy nehéz helyzetben vannak, a több százmilliós pluszköltséget mégis kifizetik értelmetlenül úgynevezett soft projektekre. Várjuk a nézők tippjeit, vajon mikor költözhetnek be a lakók, akik már évek óta várják jogosan, hogy birtokba vehessék otthonaikat.
Karácsony Gergely most mindenhol azt tolja, hogy a kormány üldözi az autósokat. Hát lehet, hogy Budapest első emberét egy kicsit megsütötte a nap. Mi megkérdeztük a Budapesten közlekedő autósokat, mit is gondolnak erről a kialakult káoszról, ami most a főváros uralja. Hogyha egy autós is van, és erre a fiúra fog szavazni, akkor a fővárosnak vége van. A Budapesten autózókat most arról kérdezzük, mit szólnak az úgynevezett gerikalókhoz. Mit gondol a budapesti közlekedésről? Katasztrofális, de őszintén. Borzalmas a közlekedés. Nincs vele bajom, legyen egy környezetből át a közlekedés, csak értelmesebben. Ezek az új karók, amiket kihelyezett a főváros? Engem nagyon zavar. Baleset azért szerintem. Katasztrofális. Ez sok bicikli sáv, nem? Ön szerint ezek a karók, amiket most letettek, ez... Ez egy vicc. Hát mentő, hogy megy el, amikor nem is tudunk félreállni. Szánalmas. Jó napot kívánok! Mit gondol Budapest közlekedéséről? Ne arra, hogy rohadt fáradt vagyok. A közlekedés miatt? A budapesti dugók is lefárasztják az embert? Itt az állat. Nagyon is. Az elmúlt hetekben helyezett ki Karácsony Gergely vezette főváros olyan oszlopokat, amik állítólag arra szolgálnak, hogy az autósoktól megvédje a bicikliseket itt a mellettem látható kerékpársávon. Most kijöttünk és megnézzük, hogy mennyire is védheti meg a bicikliseket az autósoktól ez a köznyelv által csak gerikalóként emlegetett oszlop, hogyha mondjuk a megengedett 50 km/órás sebességgel jönnek. Át is menjünk az úton. És ahogy önök is látják, tulajdonképpen egy kis erőfeszítés sem kell hozzá, hogy benyomogassam ezeket a karókat. Attól mondjuk hülyét kapok, mert futár vagyok és nem tudok parkolni. Mit szól az a új karókhoz, amik most a ülőúton, meg itt a Váci úton is lehetnek látni? Szomorú és bosszantó. Nem az autósok érdekeit szolgálja. Hogyan látja a budapesti közlekedést? Hát én szolgáltatást végzek, egyre rosszabb. Szerintem szomi változás? Hát... Amíg ez a... van, azdig nem. Tragédia. Csak ennyit, jó röviden. És nem tudom, hogy miért nem lehet ezen valamit változtatni. Szóval azért, mert van egy főpolgármester, azért azt is lehetne valamilyen módon szorítani valamilyen más irányba. Szerinte ezek a karók, amiket kihelyeztek a... Ez borzalom. Vannak dugók. Én nagyon ritkán jövök be a belvárosba, próbálom így a napközben kikerülni, mert éppen emiatt, hogy nehéz. Mikor van ez a ebéd, vagy reggel, vagy este, nagyon nehéz menni. És mikor csinálunk az útbe, egy nappalos, ez gáz. Egy kicsit bonyolult a közlekedésére. Mit gondoltuk a budapesti közlekedésre, srácok? Ez nagyon nem jött össze a Karácsony Gergelynek. A budapesti közlekedés egyelőre az eléggé átalakul igazából itt a polgármesternek köszönhetően. Főleg az zöld oszlopok azok nagyon működnek az Üllői úton. Így a tanévnyitó szempontjából is igazából csak egy tanévnyitó volt, még nem kezdődött el az iskola, de már problémát okoznak azok a zöld oszlopok. És maga az összességében az egyirányúsítás, tehát kaotikus állapot van, hogyha ezt nevezhetjük. Fuvar szempontjából mennyire idegesek az utasok? Stresszes, igen. Nem csak mi ránk hat ki, hanem hasonlóképpen az utasokra is így van. Nincs megelégedve Karácsony Gergelye? Hát személy szerint nincs vele gondom, de én a forgalomra aspelláltam. Tehát személy szerint nem tudom az ő munkát megítélni, de ebből kifolyólag elég szomorú. Ön szerint a közlekedés politikát másra is meg lehetne oldani? Hát egyeztetéssel. Hát síralom. Ez katasztrófa, amit meg komolyan. És ezek a kihelyezett oszlopok, hát, amit Karácsony Gergely... Arra meg nincs kommentem, szóval erre nem tudok itt mondani. Ez nem is hülyeség.
Hát az egy dugó van, de menni kell előre. És most lássuk, mi történt még a héten. Újabb botrány, sőt botrányok történtek Hódmezővásárhelyen. Márki-Zay Péter városában ugyanis több mint három nap után találtak meg holtan egy 94 éves bácsit az önkormányzat által működtetett nyugdíjas lakóparkban. Három napon keresztül tehát rá sem néztek az idős férfire. A lakók szerint onnan lehetett tudni, hogy valami baj van, hogy napokig nem vitte be az ebédjét. Nem cserélődött az ételhordó, és amikor a már ugye eltelt több nap, akkor bementek a lakásba, és ott volt a bácsi. Feltörték a lakást, és ott volt a bácsi. Holott Markó Erzsébet szerint 24 órás nővérszolgálattal írták alá korábban a szerződésüket. A botrány azonban nem állt meg ennyinél. A nyugdíjas lakó szerint két eset történt egy héten belül. Egy másik 80 éves férfi is meghalt, őt is csak órákkal később találták meg. Ráadásul az intézmény csak a férfi privát gondozójától tudta meg, hogy telefonon nem tudják elérni, így valami baj lehet. A keresztfia mondta, hogy a bácsi telefonján ott volt már, negyed egykora nem fogadott hívás, utána negyed óra, egy óra, másfél óra elteltével hívta a külsős gondozónője, és mivel nem vette fel a telefont, jelzett a lakópark fele, illetve elindult ide. Amikor bejutottak a lakásba, a bácsi a szobába kihűlve feküdt volt, a 40 fokos hőségbe. Mindenkinek jó estét kívánok, elsősorban a Hódmezővásárhelyi nyugdíjas lakópark lakóinak. A várospolgármestere az egyre kínosabb ügy után már kénytelen volt reagálni. Márki-Zay Péter magyarázkodásba kezdett, saját felelősségét nem, de azt elismerte, hogy valóban 24 órás nővérszolgálatnak kellene lennie az intézményben. Szeptember 15-től új vezetője lesz a lakóparknak, és ennek az új vezetőnek az első számú feladata az lesz, hogy a jelenleg is működő 24 órás nővérszolgálatnak azt a feladatot adja, ezt már lehet, hogy előtte is bevezetjük, hogy minden nap nézzenek rá minden idős embernek. Csak hogy homályos, hogy hogyan távolította el Márki-Zay Péter az eddigi vezetőt, ugyanis ő már augusztusban bejelentette, hogy várandós, így nem dolgozik tovább. Ha az ügy nem derül ki, nem írja meg a helyi hírportál, akkor minden bizonnyal megpróbálták volna eltitkolni az ügyet. Súnyog, kibúvót keres és megpróbál kihátrálni a felelősség alól Márki-Zay Péter. Reagált a botrányra a KDNP helyi önkormányzati képviselője. Bálint Gabriella szerint, ha a polgármester nem az országos politikai ügyekkel, hanem a várossal foglalkozna, ez nem történt volna meg. Tisztázza Márki-Zay Péter, ki vezette az intézményt a sajnálatos haláleset idején, kinek a felelőssége a bekövetkezett tragédia. A vizsgálat terjedjen ki arra is, hogy az elhanyagolás közben játszott-e az idős férfi ellátott halálához vezetette. Az évek óta zajló hozzá nem értés, a város házán lévő fejetlenség ahhoz vezetett, hogy már a Hódmezővásárhelyen ilyen tragikus dolgok történhetnek. Márki-Zay Péter egyébként nemrégiben emelte a duplájára a nyugdíjas lakópark bekerülési díjait. Az intézménynek pedig az elmúlt 5 évben 5 vezetője volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Ha nem maradtak volna, adásunkat visszanézhetik a Hír TV online felületein. A jövő hétre ismét izgalmas témákkal várjuk Önöket. Addig is, viszlát!